Tisztelt szurkolók, életének 60. évében március 4-én elhunyt Fekete László, az Újpesten négyszeres magyar bajnok, egyszeres kupa győztes kiváló labdarúgó, aki az 1978-79-es idényben 31 találattal a bajnokság gólkirálya lett. Ezzel ebben az évben Európa második legjobb góllövője volt, ezért ezüst cipőt kapott. A magyar válogatottban 21 alkalommal szerepelt 1974 és 79 között, és 5 gólt szerzett. 1979-ben négyszer szerepelt az olimpiai válogatottban. Fekete László a Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti. Adozzunk egy perces némafelállással.